Sziasztok! Ez itt a heti Animék One Piece-es verziója, méghozzá a 902-től 904-ig tartó epizódjával. Elég jó részeket láthattunk, és hát a rajzolások az majdnem minden esetben remekek voltak. Tamának a kínzása viccből egész komolyjá vált, valamint azt is megtudhattuk, hogy nem szabad levágni egy szamurájnak a haját. Volt egy Luffy szumozás is, és hát nem olyan biztos, hogy tisztességes volt az a mérkőzés, valamint felbukkant a harmadik nagykutya is a környéken. Egy lóformájú hölgy, aki Speed névre hallgat, és hát nagyon nagy érdekesség, hogy fanszervízelnek vele. Tama keresése közben Luffyék megpróbálnak segítséget kérni a helyiektől, de sajnos nem lehet beszélni velük. Ők is be vannak fenyítve, vagy egyáltalán nem hajlandóak befolyni ebbe az ügyekbe, ami másokra tartoznak, és sajnos ez előszokott fordulni az elnyomott népekkel. Ezután kapunk egy hatalmas látványt, amikor Luffy használja a hakiját. Ezúttal olyan sárgás effektet használtak, amit a DB Super Broly moziban is láthattunk, ezáltal Luffy olyan hatást tudott kelteni, mint Goku az SS-i egyes szintjében. A haki ilyen kifejezése hatalmas újítás lett, vagyis Luffy többi képessége, formái is újítást fognak kapni, vélhetőleg. A szumós fickónk, aki egyébként Tanukit is akar tenni, egy igazi szumó bajnok, de azért érdekes, hogy nem rikisi harcosként hivatkoznak erre a művészeti ágra. Ez ugyanis a szumózás hagyományos névjegye, a híresebb név, mint a szumózás, csak később terjedt el. A szumós fickón később megjárja Okiku miatt, aki levágja neki a bóbitáját. Igaz, hogy a tagunk megalázta az itteni népet, ám amit Okiku tett vele, óriási túlzás volt. A Tom Cruise-os utolsó szamurájban volt egy olyan jelenet, amikor az ifjú szamurájuknak levágták a haját, mondván, hogy a nemzetüknek már nincsenek szamurájai. A hajviselet, a szamurájok becsülete sose vágnak a hajukból, ezért olyan hosszú, amikor kibontják a kontyukat. A szumós fickónk dühete át ebből a szempontból érthető volt. Luffy és a szumózás hangulatos volt, hiszen egy nyeszlett alak állt ki, egy nagy darab fickó ellen. Igazából kis állhatott volna a testsúly különbség miatt, és amikor majdnem kiesett a ringből, ez a túlzás az egyensúlyvesztés miatt biztosan utalt valamilyen japános jelenetre. A szumós verekedés a Tekken játékokból is ismerős lehet, mert van egy szumó harcos, és így verekszik, mint a One Piece-ben. A tenyeresek ebből a szempontból nagyon hitelesek voltak, és amikor Luffy kilökődött, majd a levegőből visszahúzta magát, igazság szerint itt már ő kikapott, hiszen kilépett a körből. Végül mégis a hősünk nyert egy akkora Gear 3 ütéssel, hogy az ellenfél egyenes Tamáékhoz repült. Látványos volt a csapás, és érezhető volt, hogy ez a támadás bakfit volt Luffynak. Tama és Holdem jelenete már nem volt tréfás, mert miután nekiesett a lánynak a fogóval, durvának találtam a látottakat. Kiderült, hogy nem lehet csak úgy letépni egyet a hősnőnk arcából, ráadásul még húzták is szegénynek rendesen a húsát. Még nyomot is hagyott rajta a fogó, vagyis Tamát bántalmazták. Az alakításai továbbra is parádésak a szinkron hangjának, ráadásul még ijedelmet is keltettek, amikor elkapták neki a lábát. Lehetett volna úgy is, hogy Holdem ki van ütve, és az oroszlán terrorizálta volna Tamát, de végül Holdem folytatta. A játékidők alatt Lóv is kapott egy kis jelenetet, illetve a barátja, aki ett a mérgezett állatokból. Először úgy éreztették, hogy semmi baja nem lesz az illetőnek, tényleg csak egy kis hasfájást kap. De utána már szenvedve mutatták a barátunkat, tehát a mérgezés tényleg nem tréfa. Ezért érthető még jobban az, hogy miért szenvednek a teásölgy környezetében élők, ők egyből meghalnának a méregtől. Mutatták, hogyan folyik a vegyszeres folyadék bele a vízbe, ami látványban tényleg jól nézett ki, de a tudat, hogy ezzel teszik tönkre másoknak az életét, ez eléggé szomorú. Volt itt síró gyerek, síró csecsemő és az éhezés nyomait produkáló asszony, vagyis elég pofont adó jeleneteknek voltunk tanúi, hogy becsüljük meg az ételt. Kaidóék persze tejben vajban fürödnek, és mutatták is, hogy az ottani benyaló emberek hogyan szerzik be az ennivalót. A húsok és a hozzávalók nagyon jól rajzolódtak meg, a kizsákmányolás pedig rendkívül hihető. Sajnos tényleg így tesznek másokkal a gazdagok a zsarnokság alatt, nem fizetnek nekik eleget és belerúgnak inkább az emberbe. Az új ellenfél Speed szerintem azért alkotódott, hogy Oda-sensei adózzon a Kentaur fétisezőknek. Már az ókori Hellászban is hódoltak a Kentaur fanszervíznek, abban a korban amúgy is volt szinte minden. De a Monster Musume Centauriája váltotta ki újfent ezt a fétist. Speednek a kialakítása az animében is fanszervízes, de a mangában ez szerintem sokkal erőteljesebb. Amivel egy kicsit oldja a mangakánk a karaktert, az a lovassága, hogy úgy nevet, mint egy ló, és folyton magát tartja jónak. A résznek a végén Luffyék közelebb kerülnek Holdemékhez, és mi nagyon szép tűzefektet láthattuk.
Tama az oroszlán szájában van, vagyis már halálosan akarják bántalmazni. Közben Hawkins is úton van, illetve Love is közelít, szóval nagyon jó részeknek nézünk elébe. Ha nektek is érdekes a Kentaur hölgy, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is felejetek, várjátok-e a One Piece-nek a pilotjének anime feldolgozását egy rész erejéig. A következő részben nagy látvány lesz a tüzes támadásoknál. Speed nyilazik egy kicsit, Love egy csicsakban látható, Luffy pedig keménykedik. Kihagyjátok az újabb epizódot. Ez volt a heti animék One Piece-es változata erre a hétre. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.